Ha vannak kérdéseid... Mi a francot keresel te itt, Fred? A válaszokat keresel. A sötét oldal erősebb. Ha szomjazol a tudásra... Na és tudod, hogy hívják a sajtos negyed fontost Párizsban? A hajt a kíváncsiság... Kielégíti a kapcsolatra való igényedet egy genetikusan módosított macska? Elmondjuk a megoldást. Roboraptor. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast. Két férfi, három film, 50 perc. Többnyire. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Roboraptor Fantázia nevű geekfilmes kibeszélő podcastünkben, és ahogy megszokhattátok, műsorvezetőtársam Mr. Rabbit. A jobbomon pedig Dr. Hárláv. Van egy olyan melléksodor a kurrens amerikai filmkészítésben, amit hogyha jó fej akarok lenni, akkor coming of age filmeknek titulálnék, de mivel van egy ilyen kis pikantériája a dolognak, úgy tudnám megfogalmazni. Fiatal felnőttek vagyunk, de közben mindenféle furcsa dolog történik kint a világban, és mi aztán jól megmondjuk neked, mert te is ilyen vagy, mint mi, hogy most baj van a világgal, és most mi kikacsintunk rád, és oldalba bőrdösünk, hogy hello, szia, szevasz, itt valami para van. És ez az egész témakör meg van bolondítva, vagy egy hülye vérfarkasos, vámpíros, zombis, az újabb vonulatban pedig posztapokaliptikus, vagy disztópikus hülyeséggel. Hát most az utóbbiból fogtunk hármat, és jól kivesézzük őket. Ráadásul ez egy nem is annyira régi premier, közül a három film közül az egyik, és ennek mentén most egy kicsit eltérően az eddigi adásoktól megpróbáljuk összeszedni az elmúlt három év ilyen post-apokaliptikus coming of age társadalom kritikai felnőtté város filmjeit. A Móra kiadó gondozásában már a 70-es, 80-as években is volt egy ilyen borzasztó vonal a pöttyös, illetve csíkos könyvek kapcsán. Te annyira fiatal vagy, Revit, hogy erre nem is emlékszel. Én de is lehet, csak, melyik? Én csak azért emlékszem ezekre, mert hogy otthon a polcunkon volt ilyen. Fingom sincs, hogy kiolvasta ezeket, de van bennük. És fölírtam néhányat, vannak ilyenek köztük, hogy mi szemüvegesek. Van olyan, hogy az első pizsama partim. És a harmadik kedvencem a Zsófi és a Zokni nyúl. Na most ezek... Azt olvastam szerintem. Ezek a efféle szellemi métejezések körülbelül egyenértékűek azzal, amit mondjuk így a J.K. Rowling és utána érkező társai műveltek az elmúlt egy-másfél évtizedben, amiből mondjuk le lehet vonni azt a konzekvenciát, hogy nagyon jó, hogy megszülettek, mert legalább a véres szájú könyvpártiakat le lehetett nyugtatni azzal, hogy legalább a gyerkőcök olvasnak valamit, viszont ezek farvizén olyan förmedvények is elkészültek, amiből szintén utána film lett, és itt gondolok mondjuk egy Alkonyat trilógiára, vagy kvadrológiára, mert az utolsó az két epizódban jött ki. De nem, nem öt részes eleve a... Pláne, nem én, tudom. Én tök érdekes, én egyet az legelsőt elolvastam, és megnéztem utána a filmet, és az annál borzalmasabb nincs, amikor egy film nincsen rá semmilyen hatással. Tehát, hogy azt a színvonalat nem ütötte meg az Alkonyat, egy, hogy felbosszantsam magamat rajta, ezért gondosan kipakoltam az akkori táskámból, kitisztogattam a benne lévő dolgokat, majd visszarámoltam mindezt két órán keresztül, mert közben ment a film, és valamivel el kellett magamat foglalni. Na de... Hát én tínédzser korban is nagyon fölcsesztem magam az ilyen jellegű filmeken, amik tényleg így kacsingatnak, meg így azt próbálják így elhitetni veled, hogy mi ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint te, de csak ebbe... mi vérfarkasok vagyunk. Na jó, csak hogy itt nem feltétlenül szerintem az ilyen coming of age történeteknél nem biztos, hogy releváns például akár a Alkonyat trilógia, vagy például ez a Wormbuzz Ease, vagy nem tudom micsoda. És én a Harry Potter védelmében hadd szóljak. Kb. A könyvekkel együtt nőttem fel. Nem mondom azt, hogy ez volt a pszichológia könyvem, és akkor így a jelen koromban lévő problémákat abból oldottam meg. De ahogy korábban említetted, hogy ráneveli a gyerekeket az olvasásra, az a Harry Potterre abszolút igaz. Ráadásul nagyon jó példamutatást tart a könyv annak a korosztálynak, aki vele együtt nő fel. És ezt szerintem, hogyha egy könyv ezt meg tudja csinálni, az egy elég nagy respekt. Ezt nem vitatom el, és ezzel maximálisan egyetértek, hogy olvasni kell, olvasni jó, és kiszélesíti az embernek a szellemi horizontjait, úgyhogy ez tök oké. Okay. Akkor van probléma, amikor tényleg a bizonyos divathullámokat meglovagolva készülnek mindenféle elfajzott mutációk, amikből aztán szintén mondjuk filmadaptáció készül, és borzasztó. Na, de akkor most térjünk vissza az eredeti témánkhoz.
mint ahogy említettem is, újabban ebben a franchise-ban léteznek a posztapokaliptikus, disztópikus filmek. Ebből hoztunk hármat, a legelső pedig nem más, mint az Ender's Game. Érdemes megemlíteni, hogy a Gavin Hood, aki rendezte ezt a filmet, neki korábban egy nagyobb ilyen hollywoodi filmje készült, az pedig nem volt más, mint a Farkas. Ami hát... Hát igen, magyarra eléggé sanyarúan fordított végjátékkal kapcsolatban is van probléma bőven, de ezzel majd időben foglalkozunk. Ugye erről tudni kell, hogy ez Orson Scott Card tollából készült, ez egy gyakorlatilag militáns háborús sci-fi, amelynek főszereplője Andrew Ender Wiggin, aki egy nagyon tehetséges gyereknek számít, és a Föld megmentőjét látják benne. Tudni illik, a Földet 50 évvel ezelőtt megtámadták a hangyok. Igen, van némi rovaros áthallása, nem véletlenül. Na most ezek a rovarszerű lények majdnem elpusztították a Földet, de egy pilótának az önfeláldozása révén végül sikerült visszaverni ezt a támadást, és az azt követő 50 évet gyakorlatilag azzal töltötte a társadalom, hogy szuperkatonákat fejlesz, mégpedig gyerekek formájában, és hát ennek a gyermek hadseregnek a leendő vezetőjét Andrew Ender Wigginnek hívják, róla szól ez a történet. Ennek a fiúnak a háttere a következő, ugye van egy 50 évvel ezelőtti háborúnak a nyomása úgy általában az emberiséggel rajta. Van neki egy nővére és egy bátyja, akik korábban mind a ketten kipróbáltak ilyen parancsnoki szerepben tetszelegni, de végül is mind a ketten elbuktak. Van egy féltékeny báty, van egy apa, aki nagyon sokat vár el az utolsó gyerekétől, ráadásul az is kiderül egy fél mondatból, hogy itt születésszabályozás van, és az Endernek egyébként nem is szabadott volna megszületnie harmadik gyerekként. Ráadásul, ami szintén kiderül, és azt nem nagyon tudtam értelmezni, hogy miért kell kérvényezni egyáltalán, hogy a harmadik gyerek bekerüljön a katonasuliba, mert hogy ez is van benne. Igen, mert hogy logikus lenne, hogy akkor az tök mivel jó. Mindenkit besoroznak, ezért tök evidens lenne, hogy akkor a harmadik gyerek is bekerül. Miért kell ezt külön kérvényezni? Tehát számomra kérdés volt. Nem olvastuk a könyvet, valószínűleg. Biztos ott kiderül. Igen, ott ez kiderül. De akkor itt meg azt lehet mondani, hogy miért nem derül ki a filmből is egyébként. Az Orson Scott Cardról annyit hagyj jegyezzek meg, ezt több helyen olvastam, amiért például én örülök, hogy nem néztem meg moziba ezt a filmet. Ez a fickó a könyv bevételét melegellenes alapítványoknak szokta küldeni, ami egy ilyen nagyon-nagyon furcsa helyzet, hogy világhírű író vagy, filmet csinálnak a könyvedből, és az emberek jó szándékát, hogy megnézik a filmedet és szeretnek téged, azt te arra használod fel, hogy másokat megutáljanak. Ez valahogy nagyon undorítónak találom. Ráadásul a könyvvel kapcsolatban azért el lehet mondani, hogy ez a 85-ös regény sci-fi körökben abszolút kult történetnek számít. Én nem olvastam ezt a könyvet, úgyhogy... Igen, ezt akarom mondani, hogy csúnya dolog, de egyiket sem olvastuk. A három terítékre kerülő filmből, de nem is a könyv versus film kapcsolatáról lesz most szó. És ez azért fontos kiemelni, mert nagyon sokan véres szájúan, akik valamilyen könyvadaptációnak a filmváltozatát megnézik, sokszor verik a nyálukat arra, hogy de bezzeg, a könyvben nem úgy van, mint ahogy... Ettől vonatkoztassunk el, mert a film értékét nem az adja, hogy szolgalelkűen követjük azt, ami le van írva. Mi több direkt ezért nem olvastuk el előtte a könyveket. Igen, igen, próbáljuk meg így kijönni a történetből. Úgyhogy ezen a szűrőn keresztül próbáljuk vizsgálni, és az Ender's Game, ami a három film közül, amit ma vizsgálunk, talán a legtöbb kritikát kapta ezen a téren, hogy az a 385 oldalnyi tömény, szociológia, pszichológia, ami benne van, az itt csak érintőlegesen szerepel, és emiatt nagyon-nagyon sokan húogtak, hogy hát ez azért nem olyan, mint a könyv. Mi most akkor megvizsgáljuk, miért lehet jó, vagy miért lehet nem jó film kapcsán. Annyit még a sztoriról el kell mondani, hogy ugye ez a leendő parancsnok, az Ender egy titkos űrbázisra viszik, ahol gyakorlatilag megpróbálják kiképezni, hasonlóan tehetséges fiatalokból álló társaival együtt, és hát gyakorlatilag addig manipulálják az Endert különböző úgymond játékokkal, ami gyakorlatilag tényleg képes lesz arra, hogy egy egész rajt, egy egész hadiflottát tudjon irányítani. Nekem nagyon, nagyon tetszett a főszereplő srác benne, ami szerintem ritka, hogy egy gyerekszínész... Komolyan. Igen. Hogy egy gyerekszínész végig tud vinni egy filmet, anélkül, hogy én akár képen akarnám rúgni, és
Valószínűleg ez nem feltétlenül a színésznek köszönhető, hanem az ő karaktere volt nagyon-nagyon érdekesen kitalálva, annak ellenére, hogy elbírt még volna sokkal több réteget valószínűleg ez a karakter is, de bárki más is, aki a filmben benne van. Ez nagyon furcsa, mert egyébként engem baromira irritált a kisrác. Tehát én egyáltalán nem tudtam azonosulni ezzel a sráccal. Számomra tök unszimpatikus volt. Kérdés, hogy kell-e azonosulni, mert egyébként kétségtelen, hogy nagyon-nagyon nehéz beleképzeld magadat ennek a fiúnak a helyzetébe. Nem azért, mert ő éppen űrrovarokat készül kinyírni egy űrbázison, hanem mert egy nagyon-nagyon-nagyon megosztó figura a szó legrosszabb értelmében. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon ösztön lény a fickó. Egy feladatot, amikor kitűz maga elé, akkor azt bármilyen módszerrel, de el fogja érni, és a bármilyen módszerben néha nagyon nem szép dolgok is bele tartoznak. Tényleg nem feltétlenül kell nekem így a főszereplővel adaptálódnom, de az, hogy valami szimpátia, vagy aggodalom, vagy bármilyen érzelem megjelenjen bennem, szerintem azért az fontos, és ez a srác engem idegesített, és nem a személyiségéből fakadóan, nem a... annak a karakternek az okán, amit rajta keresztül ki akartak fejezni, hanem ahogyan játszott. Idegesítő volt nekem ez az egész gyerek, és ráadásul ott van benne szegény Harrison Ford, aki meg már zsigerből hozza ezt a figurát, aki egy ilyen apa szerepben tetszeleg egyrészt, másrészt meg egy olyan kiképző tiszt, aki egyébként kiveri a szart is belőled. Ezt kellene, hogy érezzem, de egy pillanatig nem tudtam például magamat összefosni. Na hát ezt akartam mondani, hogy ezt próbálja ő is hozni, de nem kapod meg ezt az életérzést. Ráadásul én sokkal inkább azzal voltam elfoglalva, hogy ez a szerencsétlen Han Solo mennyire meg van öregedve, tehát borzasztó. A szerepel a filmben egy másik nagy színész is, a Ben Kingsley, aki meg így, mintha árnyéka lenne önmagának. Ráadásul tök komolyan vehetetlen ezzel a maori tetoválással az arcán. Mi az, ami Endert Enderré teszi? Én máshonnan közelítek egy picit. Gyakorlatilag a filmnek ugye a mondani valója az, hogy itt romlatlan lelkű fiatalokra kell bízni a háborút, mert hogy bennük az a fajta szellemi békjó, ami mondjuk a felnőttekben ott van, az hiányzik. Mivel játéknak vesznek nagyon sok dolgot, ezért akár könnyűszerrel gyilkolhatnak is, másrészt pedig meg tudnak tenni olyan reflexzerű dolgokat, amit mondjuk már akár 10 évvel vagy 15 évvel idősebb feletteseik nem feltétlenül tudnak megtenni. Tehát magyarul ki akarják használni ezek a katona emberek a gyerekeknek a lobbanékonyságát, a felelősség tudatlanságát, mert szerintem ez baromi fontos, hogy ezek a srácok nem igazán éreznek felelősséget egymás irány sem. Általában ugyanaz jellemző rájuk, mint az Endőre, hogyha valamilyen célt el kell érni, akkor az bármilyen módszerrel hajlandóak keresztülvinni. És mégis ezek közül az egyébként nagyon-nagyon furcsa gyerekek közül lóg ki Ender, aki már egyenesen néha gonosznak tűnik, holott valószínűleg neki van a legjobban igaza egyébként, amikor azt mondja, hogy itt most csak úgy tudunk nyerni ebben a próbacsatában, hogyha feláldozunk körülbelül 1000-2000 embert ezekben az anyahajókban. Az, hogy valaki ilyen tizenkevés évesen már ekkora diktátor, az baromira félelmetes, és ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy a gyerekekben lévő agresszió, vagy a gyermekben lévő agressziót, az mégis hogyan tudod pozitív célokra felhasználni. Endőrben látják azt az embert, aki majd meg fogja menteni a földbolygót. Gyakorlatilag a Han Solo, vagy Harrison Ford már a legelején, amikor legelőször mennek föl az űrbázisra, akkor azt mondja, hogy ezen a hajón egyetlen egy ember van, akit érdemes bármire, és az itt Endőr. Hát, na ez aztán kiváló pedagógiai érzék. A srácnak a beilleszkedését nagyon jól megkönnyítjük ezáltal. Én 5. vagy 6. voltam a suliban, és valamilyen év végi vagy év közepei irodalom órai értékelés volt, ahol felállított engem a tanár, és azt mondta, hogy Rabbit, nyilván akkor még nem hívtak így, Rabbit, te vagy szerintem a legjobb irodalomból, benéd fektetem a bizalmamat, és hogyha ezt eljátszod, akkor nagyon rosszban leszünk. Tehát ez egy borzasztó nagy nyomás, amit kétféleképpen tudsz innentől felhasználni. Vagy összerogysz ez alatt a nyomás alatt, vagy pedig minden döntésedet ennek fényében fogod meghozni. És ugye Ender egyébként ennek fényében hozza meg később a döntéseit, hogy ez a dolog, ez be is igazolódjék. Griff vagy Graf,
graf ezredes számára. Igazából, ami ebben a kis diktátor-szerű srácban nekem kevés, ezek a morális dilemmák. Tehát így gond nélkül meghoz ilyen döntéseket, hogy így ezer embert megöltem. Meghozhatnák, csak soha nem látjuk azt, hogy ő vívódik. Igen. És ettől valóban egy kicsit olyan egyszerűen történnek meg maguk után a dolgok, és ez tényleg nagy zicser, hogy ez ki van a hagyva. A vége csatánál fedezhető fel egyedül ez, hogy a srác összerogyik a teher alatt, hogy most komolyan így kicsesztetek velem, hogy én genocidiumot hajtottam végre egy egész fajon? És ez körülbelül 1 perc 48 másodperc alatt le is zajlik. Van egy gicsbeforduló befejezése, egy alien lesöpri a könycseppet az orcájáról, és utána... Egy ilyen xenomorf pornófilm elejét láthatjuk igazából. És a srác búskomor fejjel utána távozik a világegyetembe. Kihagyott zicserek sora. Egyébként jól építkezik. Tehát itt tényleg, akik itt fanyalognak azon, hogy a könyvben nagyon sok mindent átugrottak, és nem emeltek át, mivel én nem ismerem, hogy ott mi van leírva, számomra ez működőképes. Tehát az a kiképzésnek a folyamata, ahogy lezajlik, és ahogy tényleg odáig jutunk, hogy Endorből lesz a hadiflotta parancsnoka, az egy jól felépített történet. Van még Endor számára egy morális dilemma a filmben, amikor a Moisés Arias nevű színész által játszott Bonzo karakterével került szembe. Endert átveszik az egyik ilyen csapatból, egy fölötte álló csapatba, és ott ő a legfiatalabb, és ez a Bonzo nevű csapatparancsnok már az elején megmondja az Endernek, hogy figyelj, nekem te nagyon nem vagy szimpatikus, bármit csinálsz, én azt nem fogom neked jóvá hagyni, hallgatnod kell a parancsívra, nincs egyéni akció, nem beszélünk meg semmit, azt csinálod, amit én mondok, és egyébként is te egy kis féreg vagy. És ezzel Endor egyébként elég jól az elején még úgy nem is nagyon foglalkozik. Aztán egyre inkább felhúzza magát ezen a Bonzo nevű fickón, és egy sikeres próba akció után, ami az Endernek köszönhetően megnyernek ezek a fiatalok, a Bonzo két fickóval bemegy a zuhanyzóba, és össze akarja verni az Endert. És van egy elég jó verekedés egyébként, tehát egy ilyen nagyon hihető verekedés, aminek viszont a végén meghal ez a Bonzo nevű fickó, és akkor így én is úgy voltam, hogy ez nem egy gyerekfilm. És az úgy tényleg... Jó, tegyük hozzá, hogy önhibáján kívül. Önhibáján kívül, tehát nem az Endor nem is akarja megölni, csak azt mondom, hogy ott mégis úgy mégre megtörténik az, amit egyébként hiányolunk a könyv olvasása nélkül is, hogy úgy legyenek már olyan helyzetek, amikor ennek a fickónak fel kell mérni, hogy mi az, amit éppen csinál. Az emberi felelősséget kiiktató és a gyilkolást könnyebbé tévő virtuális dróntámadásokra hasonlít gyakorlatilag az Endernek ez a parancsnokoskodása, amit azért kicsit félelmetes párhuzamba állítani mondjuk a Barack Obamának a drónháborújával, ahol gyakorlatilag 5000 embert gyilkolt meg, aminek a 10%-a mondjuk civil, és amerikai oldalon meg véráldozata nem volt. Szóval tehát van párhuzama, és nagyon szép, hogy ugye ez egy 85-ben írt könyv, ami már előrevetíti ezt a jövőképet. Ami most valóság, mert hogy tényleg lezajlanak ezek a dolgok. Tényleg most már ott tartunk, hogy a fiatal srácok, legyen az egy 4-5 éves gyerek, a tabletjén nyomogatja mindenféle játékokat. A filmben ilyen tabletszerű felületeken... Irányítanak egereket, igen, mondjuk a filmben ez így van. De alapvetően ez a saját személyiségüknek a kivetülése és bizonyos pszichológiai feladatokat kell ezáltal teljesíteniük, ami és így tréningezik őket. Egy érdekes gondolat az, hogy a számítógépes játékot azt lehet-e valamilyen edukációs célra használni. Nyilván nem feltétlenül katonai edukálásra gondolok, hanem bármilyen másra, hogyha van esetleg ötletetek, akkor azt osszátok meg velünk. Eddig se volt éppen nagyon gyereklelkű, neki most mégis fel kell nőnie, de nagyon más, hogy ahogy azt egyébként elképzeljük, mert hogy itt szerintem a felnővés ez egyébként nem úgy néz ki a filmben, hogy itt történnek dolgok, akkor tapasztalok minden, vagy mindig egyre többet fogok megtudni,
hanem egy nagy dolog történik a filmben, a vége felé értelemszerűen, amikor valami nagyon nagy relevációra rájön az Ender, és akkor válik igazából felnőtté szerintem. És éppen emiatt nagyon nehézkes ezt úgy vizsgálni, hogy milyennek a gyereknek a felnövése, vagy ez hol mutatható meg a film bizonyos pontjain, mert nem mutatható meg valójában. Itt tényleg csak azt lehet vizsgálni, és az a legfontosabb benne, amit egyébként tényleg nem bont ki a film, hogy hát itt azért gyerekeket képzünk ki arra, hogy gyilkoljanak, basszus. Igen, ráadásul ugye ez a gyerekeket katonának kiképezni, ez manapság nem egy olyan nagyon ritka dolog. Tehát én hiányoltam ugyanezt, hogy ugye azért ezzel nagyon nem rágódik senki, hanem ez úgy el van fogadva, hogy itt tizen kevés éves gyerekeket arra képeznek, hogy kinyírják az űrhangyákat. Szóval ez is egy hiánya ennek a filmnek. Igen, hát ezt hiányoltam én is, hogy nyilván amikor elolvasod a szinopszisát a filmnek, és így eldöntöd, hogy jó, megnézed, akkor nyilván ez az első, ami eszedbe jut, hogy hát basszus, gyerekek gyilkolnak. Oké, hogy egy másik faj, de hát ettől még ölnek, és ez para. És ráadásul egymáson gyakorolnak egyébként. Én még egyet mondanék. Egyet majd én is, igen. Mivel nem ismertem ugye a könyvet, ezért az egyetlen csavar a történetben, az nekem meglepő volt. Én nem számítottam rá, most így spoiler nélkül tényleg beszéljünk róla. Nem mondom, hogy így leseggeltem tőle, de alapvetően engem tökre megdöbbentett az a fordulat a filmben. Igen, csak közben meg valahogy ez is csak úgy megtörténik. Szóval, hogy... Hogy nincs ott sem tétje. Nincsen, igen, nincsen igazából tétje a gyerek számára, mert hogyha tudta volna, hogy ez a fordulat be fog következni, akkor valószínűleg ugyanúgy megtörtént volna a fordulat, és nem készül rá sehogy. Tehát nem változik attól meg semmi, hogy ez a fiú ezt tudta volna azt, ami majd történik. Nem mondom azt, hogy érdektelen volt, de azért már láttunk nagyobb fordulatokat is, bárhol máshol. Például akárhol máshol. Van akkor még más gondolatod? Igen, még egy dolog, ami szerintem így érdekes, bár nem annyira, hogy ezeknek a gyerekeknek, ugye, akik gyakorlatilag ilyen fiatalon el vannak szakítva a szülői háztól, lesz mégis csak ezen az űrállomáson egy apa és egy anya figura, ugye az apa figura a Griff kapitány Han Solo, az anya figura meg az Anderson őrnagy, azt hiszem, aki mindig ugye próbálja felhívni a katonák és a kiképző mestereknek a figyelmét arra, hogy de ezek gyerekek, ezt nem szabad elfelejteni, ezt így kimondja, majd senkit nem érdekel. Igen, Han Solo megmondja veled, hogy jó, de ezért vannak itt meg katonák, igen, szóval oké, most mit csinálják ezzel az infóval? Igen. Értékeljük ezt a filmet. Jó, akkor mielőtt a raptorokat mondok rá, akkor három gondolat még róla. Mivel nem olvastam a könyvet, prekoncepcióktól mentesen ültem neki, és tényleg csak annyit tudtam róla, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos hadtudományi karán egy teljesen új doktrinát találnak ki, és a gyerekeket elviszik kiképezni, és ők gyilkolnak, ez akár még érdekes is lehet, úgyhogy ennek fényében kezdtem el megnézni. Nem voltak nagy elvárásaim vele kapcsolatban, úgyhogy nagyon-nagyon nem is csalódtam. Ráadásul nincsen benne végre szerelmi szál, úgyhogy köszönöm szépen, 7-es darab raptort adok rá. Én teljesen egyszerűen 5 és felett. Ez az a film, amit meg kell nézni, érdemes beszélgetni, de sajnos nem jó. Na, ezért adtam rá 7-es osztályzatot, hogy majd Varga Tamás majd egy kicsivel kevesebbet adjon, hatott, de többet, ugye, mint te, és akkor ez nagyjából jó, fogja is hozni azt, amit gondolunk erről. De adhattál volna 5-öt, és akkor még kevesebbet fogja. De annyira meg nem volt szar. Jó. Na jó, hallgassuk meg, mit mond Varga Tamás. Ez a film a Raptor skálán 6-os osztályzatot kapott. Ennyi volt mára a Roboraptor. Ma már nem tanítlak többre. Oszlasd el a kételjeid. Végre.